Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Április 28-a szerda van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Egyre több fiatal kéri az oltást a Híradónk által megkérdezett házi orvos szerint, aki ezen a héten kínai vakcinával olt. A szakember azt javasolja, senki ne válogasson, inkább mielőbb oltasson. A hétvégi terasznyitás után a hétköznapokon is többen teraszoznak Győrben. A tapasztalatok szerint a vendégek szabálykövetőek, és csak ritkán kell figyelmeztetni őket az előírások betartására. Ha meg lesz a 4 millió beoltott, kinyithatnak többek között az állatkertek is. A győri vadaspark gőzerővel készül az újranyitásra, a csimpánzok is érzik, hogy egyre nagyobb a sürgésforgás. Az elmúlt 24 órában 1692 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta 774.399-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A hivatalos tájékoztatás szerint 188 ember halt meg a vírus vagy annak szövődményei következtében. Folyamatosan nő a gyógyultak száma, ők már közel 500.000-an vannak, az aktív fertőzöttek pedig 250.143-an. Egyre kevesebben vannak kórházban, most 5.907 ember tápolnak a különböző intézményekben, közülük 702-en vannak lélegeztetőgépen. Folyamatosan zajlik közben az oltás, már 3.774.000-en vannak beoltva, 1.774.000-en a második adag vakcinát is megkapták. 4 millió beoltottnál jönnek az újabb lazítások azok számára, akiknek van védettségi igazolványuk. Megnyílnak többek között a színházak, a mozik, az edzőtermek, az állatkertek, az uszodák, a sportesemények, valamint a szállodák és az éttermek belső terei is. Egyre több fiatal regisztrál és kéri az oltást, dr. Máté Csongor győri házi orvos szerint. Nála a héten a kínai Sinopharm vakcinával végzik az oltást. Egyelőre akadnak még olyanok, akik visszautasítanak valamilyen vakcinát, de a legtöbben, főként a fiatalok, a doktor szerint belátták, hogy az élet csak az oltások után térhet vissza a normális kerékvágásba. A házi orvos azt mondja, továbbra is az a jó oltás, ami bennünk van, tehát mindenkinek azt javasolja, ne válogasson, hanem inkább oltasson. A gumikesztyű felhúzása után tűt ragad dr. Máté Csongor házi orvos. A páciens karját egy fertőtlenítő sprével fújja le, kicsit megtörli, majd beadja az oltást. Egymás után érkeztek a páciensek délelőtt a rendelőbe. Most nem külön időpontban, hanem a rendelési időben oltják a győrieket. Horváth Lajos szerdán a kínai Sinopharm vakcinát kapta meg. Hát biztonságos, mert egyedül vagyok, tudja, a szomszédok is, gyerekek vannak, jönnek. Hát szükségesnek tartottam, hogy beoltam magam. Igen. A házi orvos elmondta, hogy az idősek oltása nagyjából már lezárult. Még Horváth Lajoshoz hasonlóan olyan idősek kapnak most oltást, akik viszonylag későn regisztráltak. Jelenleg már a 40-50-es korosztály oltásánál tartanak. Az oltás jól halad, effektíve jól halad. Szépen beoltottuk a idősebb korosztályt, most elkezdődött ez a 45 feletti oltás, vannak. Ugye most kínai oltás van, kaptunk 83-at, hát lassultunk egy picit. Nagyon jó volt az, hogy végre interneten is tudtak a fiatalok bejelentkezni, nagyon sokan kihasználták ezt, sokan bejelentkeztek, elmentek oltópontra, szerintem ez a jövő. Dr. Máté Csongor praxisában akadnak olyanok, akik azért még óvatosak bizonyos oltásokkal szemben, de a többség ráébredt arra, hogy az oltásé a jövő. Volt visszautasítás, mert ők csak egy bizonyos cégnek az oltását szeretnék, de a legtöbbjük elfogadja. Tehát megértették azt, hogy tehát ez a másfél méter, amit a zsinórja enged a lélegeztetőgépnek, az egy picit rövid. Tehát és most, hogy elfogadtuk azt, hogy nagyon sok embert elvesztettünk, rájöttek főleg a fiatalok, hogy kell az oltás, mert anélkül nem tudunk kimenni, nem tudunk meginni egy sört, nem tudunk elmenni egy buliba, egy koncertre, tehát oltás nélkül nem változik meg az életünk. Múlt pénteken Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt a Kossuth Rádióban, hogy ha eléri a 4 milliót a beoltottak száma, akkor bizonyos szolgáltatásokat és szórakozási lehetőségeket csak védettségi igazolvánnyal lehet majd igénybe venni. A házi orvos szerint ennek hatására a fiatalok regisztrációja és hajlandósága is láthatóan megugrott, ami nagyon pozitív. Nagyon sok fiatal elfogadja a szakmai érveket, a szakmai hozzáállást és a szakmai véleményeket. Tehát továbbra is azt mondom, hogyha szakember, tehát hogyha valamihez nem értek, akkor szakembert keresek. Rohamot nem lehet mondani, hogy ilyen rohamos volt esetleg a pénteki telefoncsörgés, vagy akár a hét elejé? Nem volt nagy roham, de fokozódott.
A doktor elmondta, hogy nem érdemes válogatni, hiszen szerinte továbbra is az a fajta vakcina a legjobb, ami bennünk van. A hétvégi terasznyitás után a győri vendéglátósok arra számítanak, hogy a hétköznapokon is többen ülnek be az éttermek és a kávézók teraszaira. Ez persze nagyban befolyásolja az időjárás is, de az elmúlt hónapok bezártsága miatt az emberek vágynak a közösségi életre. A Győr Plusznak nyilatkozó belvárosi vállalkozók elmondták, a vendégek szabálykövetőek és csak ritkán kell figyelmeztetni őket az előírások betartására. Szerda délelőtt már a napi nyitásra készülődnek az egyik győri belvárosi étterem teraszán. A hétvégi nagy roham után most nyugodtabbak a hétköznapok. A várakozásoknak megfelelően alakult nálunk is mind a két részről. Mi is azt vártuk, hogy nagy lesz az érdeklődés az újranyitással, illetve hát a vendégek részéről is hatalmas volt az érdeklődés, és nagy számban érkeztek hozzánk az egész nap folyamán. Nagy teher nehezedett a vendéglátósokra a hétvégén, ugyanakkor a vendégek türelmesek voltak és betartották a kötelező előírásokat. A következő napok forgalma egészen biztos, hogy függ majd az időjárástól. Szerintem is az időjárás döntő tényező. Ugye széles fagylalt kínálatunk a rossz időben annyira nem keresett, de azért az elmúlt két napban is, hál' Istennek, azért hogy kezdenek visszaszokni és jönni a vendégek. Természetesen ez a véleményem nekem is, hogy igazából a hétvégék a húzósak, azok lesznek az erősek a hétvégi napok, mert hétköznap még nincsen semmilyen turizmus, belföldi turizmus sem, mert az emberek dolgoznak, az emberek szaladnak, meg azért az estékben még látszik a visszafogottság, hogy egyrészt az időjárás, másrészt szerintem a szabályokat azért még mindenki majdnem ott látja, hogy 8 órára haza kell érni, mert nagyjából 8 óra tájban kívül a város, csak a fiatalok mozognak. Az egyik belvárosi koktélbár és kávézó is nagyon várta a szombati nyitást, ami minden szempontból jól alakult. Szerintem Győr nagyon kultúráltan nyitotta a várost szemben, mondjuk esetleg a fővárossal vagy Péccsel, tehát hogy azt mondanám, hogy persze itt is volt sok ember, itt is voltak baráti társaságok, akik, mit tudom én, X-fős csoportokba összejöttek, de azt mondom, hogy nem az volt, hogy ilyen óriási utcahullám, hanem mindenki leült az asztalhoz, megvárta, ha nem volt hely, akkor tovább ment egy másik helyre. Tehát azt mondom, hogy szerintem mit a kultúráltan nyitottunk, viszont ahhoz képest meg nagyon jól, tehát hogy nem volt szerintem oka senkinek panaszra a szombaton, vagy hát így a hétvégi nyitással kapcsolatban azzal, hogy nem lettek volna vendégek, vagy ne lett volna kellemes vagy jó a hangulat. Tehát én úgy gondolom, hogy szerintem ez minden irányból jól sikerült. Egy jó presszó kávé vagy cappuccino a teraszon elfogyasztva olyan élmény, amitől elszokhattunk az elmúlt hónapokban. Nehéz, szinte lehetetlen behozni a kiesett bevételt. Sok helyen szinte teljesen újra fel kell építeni az üzletet. Ez a nyár, ez biztos, hogy rá fog menni arra, hogy újjáépüljön mindaz, amit igazából eddig elértünk, vagy elértek más helyek, tehát hogy én szerintem beszélhetek több számban, mert senkinek nem volt könnyű ez a hely, aki nem tudott elvitel profilra működni. Tehát azt mondom, hogy mindenki, aki ital, vagy beülés, vagy hát ez az ott a helyben fogyasztásra épülő profilos vendéglátást csinál, ott azért nehéz volt. Hát mi is úgy vagyunk vele, hogy ez a nyár, ez az év, ez arra lesz, hogy újjáépüljünk, és reméljük, hogy 22 az meg egy teljesen nyugodt év lesz, amikor semmi nem fog történni, csak dolgozhatunk, és minden szép. A vendéglátósok tehát most már abban reménykednek, hogy az átoltottsággal hamarosan jöhet az enyhítés következő fázisa, amikor nem csak a teraszok, hanem az éttermek és kávézók teljes egészében kinyithatnak. A kormány múlt héten hozott rendeletében megtalálható, ha meglesz az országban a 4 millió beoltott személy, kinyithatnak többek között az állatkertek is. A győri Szantusz János állatkertben folyamatosan figyelik a legfrissebb híreket, és már gőzerővel készülnek a nyitásra. Kis Aliza park munkatársa, utalva az újranyitásra híradónknak, azt is elmondta, a csimpánzok már érzik, hogy valami történni fog, tapasztalva az egyre nagyobb sürgésforgást az állatkert területén. Borús szerdai nap a győri Szantusz János állatkertben, de ha minden a terv szerint alakul, akkor akár már a héten derűsebb lehet a hangulat a parkban. A kormány hétfőn megjelent rendeletében ugyanis megtalálható, hogy az állatkertek is kinyithatnak Magyarországon 4 millió beoltott ember esetében. A hétfői kormányrendelet értelmében mi is megnyithatjuk a kapuinkat 4 millió beoltott után. Készülünk a nyitásra, folyamatosan folyik a munka, bár ugye az állatkerti élet zárt kapuk mögött sem áll meg, tehát az állatkert lakóit folyamatosan gondozni, takarítani kell, de természetesen ilyenkor, amikor már várjuk a látogatókat, sokkal nagyobb figyelmet szentelünk a közösségi terek tisztán tartására, a botanikai részre új növényeket telepítettünk, a korlátokat, a játszótér részeit felújítottuk, egyéb látogatói részeket szintén festettük, felújítottuk, úgyhogy mindent egy picit kicsinosítottunk.
A fűnyíró sem pihent az elmúlt napokban, egyre nagyobb a sürgésforgás az állatkertben, hogyha nyitni lehet, rögtön tudjanak reagálni. Az állatok egy része is érzi, hogy valami készül, hiszen közel 170 napja nem találkoztak látogatókkal. Ugye ők ahhoz vannak hozzászokva, hogy folyamatosan jönnek a látogatók. Nyilván nem viseli meg őket, de például erre a csimpáns csapatunk, ők kimondottan szeretik, hogyha ha nézhetik, mit csinálnak a látogatók, hogy szaladgálnak a gyerekek az üvegfal előtt. Tehát nekik ez egy napi program, úgyhogy ők már most is figyelik, hogy mi ez a nagy készülődés, tényleg mi ez a sok ember, kollégák mit dolgoznak, talán sejtik is, hogy valami készül, és ők biztosan nagyon-nagyon várják a látogatókat. Nem csak ők, a park munkatársai is várják a látogatókat, méghozzá számos izgalmas programmal, olyanokkal, amikkel korábban már sokaknak okoztak örömet. Egész évben a repertoárunkon van a kalandozó látványetetés sorozat. Ha megnyit az állatkert, akkor hétvégenként és ünnepnapokon ez folyamatosan működni fog, és természetesen ugye a nyári szünetben minden nap. Ez különböző etetéseket jelent, ahol a kollégánk kíséri végig a látogatókat, megnézhetik az adott állat etetését, és sok információt, sok érdekességet tudhatnak meg róla. Emellett az állatbemutatónk is el fog indulni, ahol ugye az állatkert lakóival találkozhatnak egy kicsit közelebbről, papagájokkal, ragadozó madarakkal, lámákkal, és szintén egy nagyon jó kis műsor, közvetlenül beszélhetnek a kollégánkkal, és sok érdekességet tudhatnak meg az állatokról. Kis Alice felhívta az érdeklődők figyelmét, hogy a Xanthusz János Állatkert honlapján megtalálhatják a legfrissebb információkat, tudnivalókat az újranyitás kapcsán. Egy biztos, a rendelet értelmében 18 év felett csak védettségi igazolvánnyal lehet majd a park területére belépni. Május 2-ától újra részt vehetnek a hívek a református istentiszteleteken. A református egyház korábban a koronavírus miatt úgy döntött, csak online lehet istentiszteleteket tartani. Vasárnap azonban újra nyílnak a templomok ajtajai a hívek előtt. A Győrújbarát Ménfőcsanaki református missziót vezető lelkész örül a nyitásnak, de a járvány ideje alatt is aktívan dolgozott. Egy videóban mutatta meg, hogyan készültek az online élőben közvetített istentiszteletek, amik a vasárnapi nyitás után is elérhetőek lesznek. Ezt a videót azért készítem így az utolsó, reménység szerint utolsó csak online istentiszteletünk előtt, hogy egy kicsit megmutassam azt a folyamatot, ahogyan egy ilyen online istentisztelet összeállt. Hiszen ez nem csak egy csettintésre áll elő, nagyon sokat készültünk erre, nagyon sok ember munkája van abban, hogy hétről hétre talán mindig egy kicsit jobb, egy kicsit ügyesebb, egy kicsit gond nélkülibb legyen ez a történet. Bella Péter, a Gyűrűbarát Ménfőcsanaki református misszió vezetője készítette ezt a videót arról, hogyan készültek az elmúlt időszakban az online istentiszteletek. A református egyház nem tartott személyes istentiszteleteket a koronavírus járvány miatt, ezért volt szükség arra, hogy a hívek az online térben követhessék lelkészüket. Megmutatom az íróasztalomat, bibliák, jegyzetek, tollak, a laptop és sok minden más. Bella Péter nem csak a vasárnap 10 órás istentiszteletet, de az erre való felkészülést is bemutatta. Este 9, a prédikáció nem csak a gépben van, de ki is van nyomtatva. Majd egyre közelebb ért magához az eseményhez. Az első nagyon fontos eleme természetesen a kamera. Ezt jó előre bekapcsoljuk a beállítások miatt. Ez veszi az úrasztalát. Végül pedig az utolsó próbák következtek. Itt már zajlanak a próbák, éppen az ének és az orgona. A hangosítást állítjuk be éppen. A lelkész fontosnak érezte, hogy bemutassa, mennyire összetett folyamat volt, mire egy istentisztelet elkészült. Továbbá arra is fel akarta hívni a figyelmet, hogy más gyülekezetek is hasonló lelkesedéssel dolgoztak. Ezt akartam megmutatni, ezt a folyamatot, hogy ez nem magától értetődő, hogy emögött technikai háttér van, de ami még fontosabb, valódi emberi háttér. Van, akivel együtt heteken keresztül dolgoztunk, hogy ez így meglegyen. Tényleg nagyon sokan segítettek, tehát ez az első ok. A másik ok pedig az, hogy kicsit arra mutassak rá, hogy rengeteg gyülekezetben zajlik ehhez hasonló munka. Azt mondja, a hívők lelkesen követték az élőadást, az idősebbek közül pedig volt, aki ennek hatására tanulta meg az internet használatát. Érdekes, van, akitől még nem tudtunk visszajelzéseket, nemrég egy online kérdőívet küldtünk ki, hogy legalább legyen valami feedback, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon pozitív volt a válasz. Nagyon sokan becsatlakoztak, főleg akkor, amikor már mi is fejlődni tudtunk, hiszen időközben azért
próbáltuk fejleszteni a rendszert, egy igazi, élő, jó minőségű közvetítés tudjon lenni ez az istentiszteleti közvetítés. Szóval nagyon sokan azt mondták, hogy nekik ez nagyon sokat jelent, be tudnak kapcsolódni. A református egyház most úgy döntött, a templomok ajtajai a hétvégétől újra nyitválhatnak a hívek előtt, azonban minden gyülekezet maga dönthet, milyen tempóban szeretne nyitni. Nagyon fontos a fokozatosság, tehát nem az történik, hogy egyből visszaállunk. Mi nálunk is nem csak egy istentisztelet lesz 10 órakor, hanem 8 órakor és 10 órakor is, hogy jobban, vagy kevesebben legyünk együtt. Aztán próbálunk hát még vigyázni egymásra, tartani a megfelelő szabályokat, viszont az élő közvetítést megtartjuk, hiszen nagyon sokan még mindig nem fognak tudni eljönni, és van még egy nagyon érdekes mellékhatása ennek a közvetítésnek, hogy olyan gyülekezeti tagok vagy családtagok, akik mondjuk külföldön élnek, messze élnek, azok is be tudtak virtuálisan kapcsolódni. A legtöbb helyen tehát vasárnaptól újra részt lehet venni a református egyház közösségi életében személyesen is. Az online kapcsolat azonban Bella Péter szerint arra is megtanította a gyülekezeti tagokat, hogy a közösségek folyamatos kapcsolat és összetartása személyes találkozás nélkül is lehetséges. Új orvosi rendelő épül Győrújfalun. Nagy Imre Attila polgármester a Győr Plusznak elmondta, nagyon fontos fejlesztés valósul meg, várhatóan karácsonyig a Győrhöz közeli településen. A szigetközi község az utóbbi években közkedvelt célpontja lett a fiatal családoknak, a dinamikus lakosságszám növekedés miatt pedig nagy szükség van a szolgáltatások bővítésére. A töltőanyagot önti az új rendelő alapjába ez a teherautó. Már jól látszik Győrújfalu új orvosi rendelőjének körvonala. A Győr melletti község az utóbbi években közkedvelt célpontja lett a fiatal családoknak. A dinamikus lakosságszám növekedés miatt pedig nagy szükség van a különböző szolgáltatások bővítésére. Jelenleg, illetve már 2016-ban is ez volt a legmostohább szolgáltatás, amit a településünk nyújtani tudott, nevezetesen hetente kétszer két órát rendelt nálunk a felnőtt házi orvos, és egyszer két órát a gyermek házi orvos. Úgy gondoltuk, hogy ez tarthatatlan állapot, és most hála az égnek, hogy legalább az épület, a ház meg lesz ahhoz, hogy tényleg egy olyan házi orvos tudjon a településünk fogadni, alkalmazni, eltartani, aki a 7-5 napján rendelni fog. A rendelő bővítésének ötlete már 2016-ban megfogalmazódott az akkori képviselőtestületben, azonban azzal, hogy a meglévő rendelőhöz építik az újat, számos hatósági előírással szembesítette a település vezetőit. Külön felnőtt orvosi rendelőt kell építenünk, külön gyermekorvosi rendelőt kell építeni, külön védőnői rendelőt kell építenünk, védőnői tanácsadóhelységet kell létesítenünk, a gyermekorvosi rendelőre külön fertőző betegvárót is kell építenünk, illetve minden szolgáltatási egységhez külön akadálymentes mozgássérült vizes blokkot kell biztosítanunk. A fejlesztés érinti a polgármesteri hivatal épületét is, melyben ugyancsak átalakításokat kell végezni. Az új rendelő 245 négyzetméter alapterületű, míg a belső átépítés 130 négyzetmétert érint. A projekt 191 millió forintba kerül, ez 160 millió forint pályázati pénzből és 31 millió forint önerőből valósul meg. A tervek szerint az új orvosi rendelő karácsonyig elkészül. A Vakvezető Kutyák Világnapján érzékenyítő programot szervezett a Patronus Lions Club, ahol vakvezető ebek és látássérült gazdáik mutatták be mindennapjaikat. Az érdeklődők láthatták, hogy az utcai közlekedésben milyen pótolhatatlan segítséget nyújtanak a kutyák a látássérült embereknek. A rendezvényen elhangzott, egy vakvezető kutya kiképzése 2,5 millió forintba kerül, ami időigényes folyamat, emiatt sok látássérültnek éveket kell várnia, hogy kutyához jusson. Április 27 a vakvezető kutyák világnapja. Ebből az alkalomból találkoztak olyan látássérültek, akiknek már van vakvezető kutyájuk. A Patronus Lions Club nagy szeretettel támogatja mindig a kutyakiképző iskolákat, a vakvezető kutyák kiképzését, és ezért most szeretne is megemlékezni a vakvezető kutyáknak a munkájáról. Úgyhogy ebből az apropóból jött az ötlet, hogy akkor egyet találkozzunk, és akkor sétáljunk egyet a vakvezető kutyákkal.
Úgy fog kinézni, hogy ugye itt most a BEM térről majd elindulunk be a belváros felé, Baross úton végig sétálunk, és akkor a Széchenyi térig. És hát remélhetőleg sok emberre fogunk találkozni, és sok embernek fel tudjuk hívni a figyelmét arra, hogy hát milyen fontos is a vakvezető kutyáknak a munkája. Borsodi Erzsébet szemefénye, gesztenye, a kutya már az élete része, neki köszönheti, hogy szabadon közlekedhet az utcán. A rendezvényen elhangzott, kevés a vakvezető kutya Magyarországon, a várólista pedig nagyon hosszú. Talán egy 6-7-en vagyunk, akik kutyával közlekedünk itt a megyében, és két nagy kutyaiskola van, Miskolcon és Csepelen. Ez a két nagy kutyaiskola körülbelül olyan 12-15 kutyát képez ki éves szinten, úgyhogy hát valaki pár hónap alatt kutyához jut, de valaki ugye ilyen számok mellett körülbelül 100-an vannak várólistán, tehát valaki éveket vár vakvezető kutyára. Egy kutyának a kiképzése még addig eljut, hogy ki legyen képezve 2,5 millió forint, élete végéig pedig olyan 5 millió forintos költséget ró a kutyaiskolára. A Lions Club tagok ezzel a városi sétával több mindenre felhívták a járókelők figyelmét, olyan dolgokra, amit jó, hogyha tudnak egy vakvezető kutyával kapcsolatban. A vakvezető kutya nem taxi, ami azt jelenti, hogy nem címbemondás alapján viszi oda a gazdáját, hanem a gazdájának, a vak látásérő gazdájának meg kell tervezni ezt az útvonalat, parancsszavakkal irányítani a kutyát, illetve kommunikálni vele. A kutya maximum felismeri a zebrát, a lépcsőt és különböző akadályokat, és így közösen eljutnak arra a célba, amit megterveztek. A másik, hogy a vakvezető kutya nem ölebb. A vakvezető kutya, amikor látjuk, hogy a kutyán munkahám van, még csak megsimogatni sem szabad, mert a kutya teljes idegszálával a gazdájára van koncentrál, és minden utasítást, minden parancsot csak tőle fogad el. Tehát megsimogatni sem szabad egy kutyát. A szervezet elindította a patrónus törődés programját, mert a járványhelyzet miatt a látássérülteknek még nagyobb szükségük van a fizikai vagy mentális segítségre. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Azonnal jövünk a sporthírekkel, friss információkkal legközelebb csütörtök este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon. A Magyar Kupában is a legjobb négy közé került a győri Audieto KC, miután a zöld-fehérek kedd este 10 gólos különbséggel 37-27-re legyőzték az MTK-t. Hiába volt viszonylag szoros az első félidő, a másodikban már kidomborodott a hazaiak tudásbeli fölénye, így végül simán jutottak a négyes döntőbe. A Magyar Kupa Final Four-t május 15-én és 16-án rendezik várhatóan már nézők előtt. Görbicék a Debrecennel, a Ferencvárossal és a Kisvárdával együtt kerültek a négybe, az elődöntők párosítását pénteken sorsolják majd ki. Sporthíreink végén köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok a viszontlátásra!